Füstöltáruk, kézműves szörpök, lekvárok, madocsai lakodalmas kalács, és még sorolhatnánk a sok kézműves portékát, amit szombaton a szekszárdi Garai téren megrendezett első termelői és kézműves piacon vásárolhattak meg az odalátogató érdeklődők. A rendezvény fővédnöke Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője volt, aki elmondta, nagy szükség van ezekre a hiánypótló kezdeményezésekre. Az, hogy mennyire élhető amúgy egy közösség, nagyon fontos. A minőség és az életminőséghez való úgymond élvezeti termékeket, azokat a kézművesek állítják elő. Az elmúlt években Magyarországon egy új fejezet kezdődött a piacozás történetében, és kivirágzott ez a régi hagyomány. Tolna megyében viszont egyelőre nem terjedtek el a termelői és kézműves piacok egészen idáig. Most viszont 15 helyi termelő mutatta be termékeit a Garai téren, de nem csak vásárolni lehetett, programok is várták a piacra látogatókat. Azért kis élménypiac, mert a gyermekeknek népi faját, játékokat hoztunk ide, itt nagyon sok család jól érzi magát, a gyermekek tudnak szórakozni, és úgy tudnak vásárolni és szórakozni, hogy közben a színpadon jobbnál jobb produkcióknak lehetnek a szem- és fültanúi. A három állomásból álló élménypiacot az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum támogatta. A rendezvény következő helyszíne Tamási lesz, ahol hasonló módon helyi termelőkkel, kézműves standokkal, koncertekkel, gyerekprogramokkal várják az érdeklődőket a szervezők.